Autóhajt a gyalogosok közé a Pécsi-Garai utcában, megszokott látvány ez itt. Ugyanis nincs járda, így kénytelenek az úttesten osztozni az erre közlekedők, közben még a parkoló kocsikat is kerülgetniük kell. Ez a jármű most lassan ment, de nem ez a jellemző. Az egyik lakó azt mondja, elegük lett az állandó veszélyhelyzetből. Ahogy kilép az ember a házból, a lakásból, egyből az utcára toppan ki. Gyerek kiszalad, kijön valaki, mindjárt rámennek a lábára. Esze Péter azt mondja, aláírás gyűjtöttek, hogy az önkormányzat tiltsa ki az utcából az autókat. Összesen 102-en csatlakoztak a kezdeményezésükhöz. Itt át szoktak hajtani, tehát nagy sebességgel az autók, és elég balesetveszélyes a közlekedési gyalogosok szempontjából. Mi is többet járunk erre napközben, gyalogosan, gyerekestől, babakocsistól, minden, és ezért lett egy teljesen élhetetlen utcát csináltak itt, ugye, hogy javarészt a Hungária utcának a nagy forgalmát itt kerülik ki az autósok. Hiába van kint a behajtani tilos tábla, az utósok a Garait használják menekülő útvonalnak, ezért kezdeményezték a forgalom csökkentését a lakók. Nemrég még egy kamion is betévett ide, beszorult a parkoló autók közé, rendőrt kellett hívni, mesél egy másik lakó. Ez a kanyar pedig beláthatatlan, a hely szűk, mutatja az utcában lakó nő. Az önkormányzat szerint sem tartható ez a helyzet, korlátozni akarják az autóforgalmat a Garai utcában. A Szendrei Júliának az északi torkolatában ugye az a lecsatlakozás, ami a megyei kórházhoz vezet, az elég széles ahhoz, hogy abba tulajdonképpen egy ilyen észak-déli irányú poller sort beállítsunk, amivel hát megakadályozzuk az átmenő forgalmat. Vaszoli Dénes azt mondja, ezt az oszlopsort úgy alakítják ki, hogy azért a megyei kórházhoz be tudnak majd hajtani az autók. Várhatóan még a nyáron elkészül a Garai utcában a forgalomkorlátozó oszlopsor.